Átvágták a nyári gátat bátán, mert akadályozta az apadást. A homokzsákokból emelt védmű és a nyári gát közé beszorult víz nem tudott visszajutni a Duna medrébe, és félő volt, hogy újabb károkat okoz. A vízügy szakemberei azt remélik, így majd felgyorsul az apadás a térségben. Hétfő hajnalra 80 centivel is alacsonyabb lehet a vízszint. Ezzel a markológéppel vágták át a vízügyesek a Tolna megyei Báta nyári gátját. Az átvágott töltés a kisebb bárhullámoktól védte a falut, a mostani árvizet azonban már ez sem bírta. A Duna átlépett rajta, és csak a homokzsákokból emelt ideiglenes védmű akadályozta meg, hogy komolyabb károkat okozzon. A homokzsákok viszont most arra teljesen átáztak, ezért kellett átvágni a nyári gátat. A szakemberek szerint így a két védmű közé beszorult víz hamarabb visszajut a Dunába, és felgyorsulhat az apadás. A nyári gátat átvágjuk, ezáltal a belterületre beszorult vizet kiengedjük, és jól lehet látni a képeken, akár a belső oldalon is, hogy a pihék elindultak, tehát hátsó oldalon is elindult az áramlás. Ennek hatására körülbelül 40 centis, 50 centis apadást érünk el holnap hajnalba, tehát a védművekről lekerül a vízterhelés, és Báta hajnalba fellélegezhet. Csonki István azt mondja, nagyjából 230 hektár az a terület, ahonnan a vizet el kell vezetniük. A tervek szerint itt a gát átvágásával hétfő hajnalra 80 centivel sem adhatok.